Jó estét kívánok, kedves nézőink, a konkrét mai vendége, nyári négy Gabriel Mónika, a gondozási központ szolgálat vezetője és a Győri csoport tagja, valamint Kányai Robert, az Egyesült Egészségügyi Szociális Intézmény igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és egy olyan programról beszélünk, amiről már ejtettünk szót, de most. Tulajdonképpen lezárjuk, gondoskodjunk közösen. Ez egy Interreg V-a szlovákiai együttműködési program volt négy hónapon keresztül, és nagyon eredményes a két ország között, az ESZ, illetve a Somorjai Ambrózia idős otthon között. Mik voltak a legfontosabb eredmények? a legfontosabb célkitűzés az az volt, talán ezzel kezdeném, hogy a határ mindkét oldalán próbáljunk meg olyan aktivitást megteremteni, ami hozzájárul az idősek életminőségének a javításához. Hát tartalmi elemeiben az elsődleges feladat az volt, hogy az alapfogalmakat meghatározzuk, ennek elkészült egy gyűjteménye, majd létrejött a támogatócsoport Somorján, a Győri támogatócsoport pedig részt vett egy szakmafejlesztési folyamaton, a projekt vége felé pedig egy jó gyakorlatpályázatot írtunk ki, ami egy workshop a zárult, ahol a legjobb jó gyakorlatok bemutatása kerültek. Támogató csoport, ez győrben nagyon jól működik, nehéz volt ezt átvinni, bemutatni Somorján, hogy ott tegyék önök szakemberek működőképessé? Hát nehéznek nem mondanám, inkább újdonság volt a, 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 a szlovák kollégák részéről ez a fajta együttműködés a különböző szakemberekkel. Igazából a célunk az volt, hogy ott elinduljon, és hogyha elindul, akkor utána tudjon működni. Itt Győrben meg, nyilván a meglévő támogató csoportnak a, a, továbbfejlődése és továbbvitele volt a cél. Somorján négy alkalommal ült össze a támogató Csoport itt Győrben öt alkalommal ö, találkoztunk, és így ö, zajlotta. Munka. És az azt jelenti, hogy Somorjának a sikerült elindítani. Sikerült, Tehát az működőképes, igen, működőképes, és meg is fogalmazták az ott lévő szakemberek, hogy szeretnék ezt tovább vinni és kiterjeszteni, mert a két támogató csoport közötti különbség az annyi volt, hogy ott kizárólagosan csak szociális ellátórendszerben dolgozó kollégák, valamint a fenntartó részéről voltak ott kollégák, tehát ők külsős szakembereket nem vontak be, és a végére azt fogalmazták meg, hogy mindenképpen tágítani kell a kört a győri támogató csoport mintájára, mert mi nálunk a támogató csoport tagját az intézmény dolgozói kívül alkották még akár a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályáról, családsegítős kolléga, karitásznak a kollégája, kórházi szociális munkás, missziómentőszolgálat, szolgálat, Úgyhogy így állt össze a mi csoportunk, úgyhogy ők is ezt szeretnék, hogy minél inkább kiterjeszteni a csoporttagjait. Ahogy hallottam, ugye a támogató csoportnak két nagy típusa van, illetve van olyan emberek, akik egyrészt professzionálisan egészségügyi ellátórendszerben dolgoznak, illetve vannak olyan emberek, akik, akik nem vesznek részt ebben a hétköznapi munkában, viszont nagyon komoly segítséget tudnak adni a csoportnak. Hogyan néz ki ez győrben, és milyen szinten lehet még erősíteni mindenképpen minél szélesebb ez a kör, annál könnyebb együtt dolgoznunk. Itt két részre venném ezt a dolgot. Egyrészt van egy jelzőrendszeri funkció, hiszen a jelzés bárhonnan érkezhet, hogy van olyan idős ember, akinek segítségre van szükség, akár egy közös képviselő, egy lakóközösségben láthatja azt, hogy az egyik idős már kevésbé aktív, mint volt, azt látja, hogy nehezen mozdul ki, nehezen látja el magát, ebben az esetben is tehet jelzést, hogy neki segítségre lenne szüksége, és akkor ilyenkor a család segítő kollégáival közösen felkeres az intézmény kollégái is megkérdezik, hogy miben lehetnek az ő segítségére. A másik pedig inkább azt mondanám, hogy itt a kompetencia határokon belüli segítés, hogy melyik szervezetnek meddig milyen tevékenységben van jogosultsága eljárni, és miben tud segíteni. Ezeknek az összekoordinálása is nagyon fontos lehet hiszen így a, az idős ember vagy az ő hozzátartozója, aki segítséggel fordul hozzánk, ő azt kapja, amire szüksége van neki az adott élethelyzetben, fel lehet mérni az ő igényét, és ezek a szervezetek egymást támogatva segítve tudnak részt venni ebben a dologban. Ugye a győri rendszer jól működik, de ez mindig fejleszthető, ugye ön említette, hogy a győri csoportok fejlesztése az mindenképpen feladat. Itt mi a legfontosabb tényező, hogyan tudnak ezek a támogató csoportok fejlődni, és hogyan tudnak még többet segíteni ezek az emberek az időseknek? Hát tulajdonképpen ez alatt az öt alkalommal már a támogató csoportban előtte is résztvevő kollégák és személyek jelentek meg, és tulajdonképpen a már megfogalmazott problémákat vagy együttműködési szintereket fejlesztettük, gondolkodtunk együtt tovább, hogy mi lehet még az, amivel sok Jobban és hatékonyabban tudunk segíteni a hozzánk forduló ö, időseknek és hozzátartozóiknak. Tehát inkább egy ilyen együttgondolkodás ö, volt az, ami, ami, ami fontos volt és meghatározó volt, és én azt gondolom, hogy nagyon. Hatékony is volt, mert olyan ötletek fogalmazottak meg, ami, ami, hogyha ezt tovább tudjuk és létre tudjuk hozni, meg tudjuk valósítani, akkor a nagy, nagy mértékű minőségi javulást tud az idősek ellátásába hozni. A jó gyakorlatok is nagy hangsúlyt kaptak. Ha jól tudom, akkor 13-14 ötletet mutattak be mindkét oldalról? Hát a pályázat keretében jó gyakorlat az 13 érkezett be. A Somorjai záró workshopon ott négy jó gyakorlat került bemutatásra, kettő a szlovákiai partner oldaláról, kettő pedig a magyar partnerek oldaláról. Itt el kell mondani, hogy itt mindenki egy közös felelősségvállalásnak is tekintette, hogy ez a jó gyakorlat workshop sikeres legyen, és beérkezzenek olyan pályamunkák, amiket akár a mindennapi gyakorlatban lehet használni. Tényleg azt mondhatjuk, hogy gyakorlatorientált munkák jöttek be, tehát nem csak elméleti szinten működő, hanem már a gyakorlatban kipróbált modellek. És azt fogalmazták meg a résztvevők somorján is mindkét oldalról, hogy tudnak hazavinni olyan ötletet, amit a gyakorlatban meg fognak valósítani. Ön számára mi volt a legérdekesebb jó gyakorlat, volt-e ilyen, ami felkeltette az érdeklődését? Ny és a... Nyilván igen, tehát hogy mindegyik jó gyakorlat jó volt, tehát hogy alkalmazható és adaptálható, én azt gondolom kisebb és nagyobb intézményekben, városokban is. A 24 órás foglalkoztató szoba egy bentlakásos otthonban kialakítva, én azt gondolom, hogy ma, amikor az ellátórendszer de nagyon nagy terhet ró a demenciával, milyen demenciával ö, ott lakó időseknek az ellátása. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, ami egyébként alulról egy nővér ö, éjszakai ö, műszakában fogalmazódott meg, hogy ne ö, úgy nyugtassa meg az időst, hogy ö, nyugtatót ad neki, hanem tulajdonképpen kivitte a foglalkoztató szobába, és az ő igényeit kielégítve hagyta, hogy nyugodtan pakoljon, amire vevő volt a, a, a vezetőség, az intézmény vezetője, és így kialakult a 24 órás foglalkoztató szoba. Tehát akár szoba. éjszaka, hogyha ilyen így probléma merül akkor nem nyugtatót kap, hanem mondjuk van, le, le, vitte az idős embert, és ott. Ö, ö, biztonságban, így van, biztonságban ö, tud ö, lenni, úgyhogy nem zavarja a többi látottad, De ö, megjelent a, a bűnmegelőzési ö, osztálynak a, a pályázata, amit kiírt az idősek számára egy ilyen verseny formájában több. több. Van olyan, egészen biztos, hogy átültethető, akár az ESZI rendszerébe, vagy a, vagy a szlovák rendszerbe is használni fogják ezeket a gyakorlatokat? Mindenképpen, tehát ezt a 24 órás foglalkoztatót, ezt a szlovákiai idős otthon jelezte, hogy szeretné bevezetni. Itt kierősíteném azt, amit a kolléganőm mondott, hogy itt egyrészt ez jó az idős embernek, jó az ott foglalkoztatott munkavállalónak, de jó a szobatársaknak is, tehát a többi idős embernek hiszen ők tudnak pihenni, az adott személy olyan foglalkozás végez, amit ő szeret, tehát ő jól érzi magát, és egy idő után, ha ezt azért megfelelően irányítják a kollégák, akkor beállanul már napi rend, és az viszont nekik is jó, hogy úgy tudnak gondoskodni az idősekről, ahogy számukra az a legmegfelelőbb. Számunkra követendő gyakorlatként több minden fogalmazódott meg. Abszolút azt gondoljuk mi is, hogy ebben a támogatott szállításban mindenképpen valamilyen szinten szeretnénk előrelépni, sőt mi is azt láttuk, és itt a jó gyakorlatok kapcsán felmerült, hogy esetleg olyan logisztikai fejlesztéseket megvalósítani, akár a házi segítségnyújtás terén használva a modern kor vívnyájait, ami a szociális területen még esetleg nem annyira elterjedett, akár egy logisztikai tervezés, ami, ami könnyebbé teszi a kollégáim számára, hogy azt a feladatot, amit minden el kell végezni, azt ö, minél hatékonyabban meg tudják tenni. Zárszóként volt-e még olyan ö, dolog ö, Szlovákiában Somorján, ami az ESZI számára újdonság, és egészen biztos, hogy meglepődtek a szakemberek, vagy másképpen kezeljük, de ők mondjuk ö, ö, jobban alkalmaznak bizonyos technikákat, ö, vagy, vagy, kommunikációban, vagy bármilyen idős gondozással kapcsolatos tevékenységet másképpen végeznek, de érdemes átvenni. Én, én azt gondolom, hogy a hozzáállás az, az teljesen hasonló. Tehát mind a két intézmény számára a legfontosabb, hogy a rájuk bizott idősekről a legmagasabb színvonalon gondoskodjanak. Somorján egy teljesen felújított intézményt láttunk, ami már modern idősek otthonának épült, szélesebb folyosókkal, szélesebb ajtó hogy akár a kórházi ágyakkal könnyebb legyen közlekedni láttuk azokat a beépített berendezéseket, amik meg tudják könnyíteni a, a személyzetnek a, a, munkáját, itt nem csak az ápolókra, hanem a technikai dolgozókra is gondolok. Tehát ezek az innovatív megoldások reményeink szerint, ha mi is tudunk ilyen fejlesztést megvalósítani, beépíthetőek lesznek. Alapvetésben azt mondhatjuk, hogy azt is jó volt látni, hogy hasonló feladatokkal küzdünk, és hogy mind a két ország területén vannak olyan kreatív kollégák, akik akár ez a nővérötlet is, hogy elhangzott, veszik a a és a bátorságot, hogy megpróbáljanak egy ilyet. A pályázaton túl is megmarad ez a kapcsolat a két, két intézmény között vagy gondolkodnak esetleg újabb támogatásban, vagy mind a kettő megvalósul, megmarad a jó kapcsolat, és próbálnak pályázni. A jó kapcsolat mindenképpen megvalósul, sőt a támogató csoportok kapcsán is, és a workshopon is felmerült, hogy eljönnének megnézni a mi intézményünket, és a mi kollégánk is felmerült az igény, hogy esetleg más szlovákiai intézményeket megnéznének, meg ez a kapcsolat egyből már szélesedett is, hiszen nem csak a Győri Elsziből érkeztek jó gyakorlatok, Sopronból, Mosonmagyaróváról és Szlovákián és más településekről, tehát azt gondolom, hogy már szélesedett a kör, és az egyértelmű igényként fogalmazódott meg, hogy szükség van közös gondolkodásra, közös felelősségvállalásra, a határ mindkét oldalán a problémák, vagy inkább így fogalmaznék a feladatok azonosak, amiben együttműködve közösen tudunk haladni. És akkor a szakembereknek is jót tett ez a közvetlen együttműködés. Igen, igen. Tehát mi, mindig mindenféle ö, szakma közi megbeszélés, beszélgetés, ö, információ átadás, tapasztalatcsere mindig előre viszi a mindennapi munkát. Remélem, hogy mindez megmarad, és jönnek újabb pályázatok, amiről a Plusz is beszámol, és természetesen konkrét lesz pénteken. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, addig is viszontlátásra. Együttműködő partnerünk a Gyűri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Együttműködő partnereink Kárló Benetti Férfi Divat, Miliano Divat Gyűr, Lachman Originál, Aura Szépségszalon, Rúzsevenyú Női Divat.